Mészáros Dávid, jó estét. Jó estét kívánok, köszönöm. Hol tanul? Turkevén, egy kis gimnáziumban, Ványai Ambrus gimnázium a neve. Érettségi előtt? Érettségi előtt. Szülei nem mondják, hogy nem az érettségivel kéne foglalkozni, fiam. Még hál' Istennek nem. Biztos jól tanul. Na, azért hívtuk, mert találkozott Baló Zoltán miniszterrel. Így van, most ami, onnan hát nem sok diáknak adatik meg, főleg úgy nem, hogy tárgyalópartnerként üljön le a miniszterrel. Hivatalos tárgyalás volt, vagy amolyan baráti érdeklődés? Hivatalos tárgyalás volt, én novemberben, amikor a Kulturális és Oktatási Bizottságnak a ülése volt, Balogh Zoltán meghallgatása volt aznap, és akkor adtam át neki egy petíciót, és ennek hatására meghívott beszélgetni, ahol... Elolvasta, vagy kapásból mondta, hogy jöjjön? Kapásból mondta, hogy menjek, tehát beleolvasott egy-két pontba, és mondta, hogy érdekes dolgok vannak benne, és szívesen meghallgatná a véleményemet. Mi volt a petícióban? Menjünk sorba. Ennyi sorba, igen. Ha nagyon sok a pont, azt mindet ne sorolja fel, csak a legfontosabb. Tanárhiány első, a tanárhiány. Hogy itt legfőképpen a természettudományos tantárgyakat emeltem neki ki, fizika, kémia, matematika. És teljesen egyetértett vele a miniszter úr, azt mondta, hogy ezen dolgoznak, ugye most erre vezették be a Klebertsberg ösztöndíjat. Nyilván ennek évek kellenek, mire ez kiforja magát, addigi tervekre is mondtam, hogy addig is kell tanár, tehát még ez a terv ez nem vál be. Azt mondta, hogy megfontolja a... Hát de ha nincs, akkor honnan lesz? Nem tudom, tehát... Nem lesz több tanár. Évek múlva biztos, hogy kialakul ez. Addig nyilván azzal kell gazdálkodnunk, ami van. Mi a legerősebb követelésük? Ugye ez egy petíció volt, ami nyilván megfogalmaztak olyan dolgokat, amikről gondolták, hogy kiveri a biztosítékot egy politikusnál. Legfőképpen én azt tartottam olyan problémának, hogy 3 évente rendezik meg az országos diákparlamentet. Na most gondoljunk bele, hogy 3 év alatt azért mennyi változás van az oktatási rendszerükben, és a diákok nem tudják elmondani a véleményüket. A miniszter úr nem hallgatja meg őket, és ennek, és nincs meg az a csatorna, amin keresztül meg tudja hallgatni a diákokat. Ennek javaslatára javasoltam, hogy egy diák uniót hozzunk létre Magyarországon, ami egy ország szervezet, és a diákok és a minisztérium között teremt csatornát, és ez egy olyan piramis-szerűen épülne fel, hogy minden iskolából lennének küldöttek, akik megyei szinten képviselnék az iskolájukat, és megyei szinten is lennének képviselők, akik pedig az országos ülésen képviselnék a megyéjüket, és ugye mindenki el tudja is szabadon mondani a véleményüket, minden iskola képviseltetve lenne ebben a rendszerben, és az országos vezetők pedig le tudnak ülni miniszter úrral, és el tudják mondani a problémákat. És ha hiszi, ha nem, támogatta ezt az ötletet a miniszter úr. Jövő héten lesz egy egyeztetésünk az államtitkárságon, ahol oktatásért felelős államtitkár is jelen lesz, illetve helyettes államtitkárok, és ugye február 3-án lesz az országos diákparlament, és addig ezt ki fogjuk dolgozni, ezt a kompetenciát, és tervek szerint. Azon gondolkozom, mert én nem vagyok annyira meglepve most, hogy hallgatom a elképzelését, hogy ez a miniszternek tetszett, mert ismerős, mert nekem is ismerős, mert ez hajdanában az úgynevezett szocializmus éveiben nagyjából ugyanígy működő parlamentarizmus volt, ott is megvoltak a diák parlamenterek, és összeültek, és hát vagy képviseltek valamit, vagy nem, erről mindenki gondol valamit. Ez mitől lesz jobb? Mitől lesznek bátrabbak, akik ott megszólalnak? Azt mondom, hogy olyan diákokat kell itt szabadon beválasztani, akik igenis kimernek állni, és elmerik mondani az őszinte véleményüket. Nem kell félniük? Úgy gondolja? Elvileg demokráciában élünk Magyarországon, tehát én azt gondolom, hogy igenis ki kell állni annak a diáknak, és szerintem nincs mitől félnie. Ha meg félni valója van, az már elég nagy baj, akkor viszont már olyan szervekhez kell fordulni, akik ezt a problémát megvizsgálják. Én személy szerint kimerek állni, elmerem mondani a véleményemet. Nyilván vannak olyan magánszemélyek, akiknél ez nem rossz fülekre talál, de hát... Milyen volt Balogh Zoltán tárgyalni? Nem sok miniszterrel tárgyalt miniszteri dolgozószobában eddig. Hát igen, tehát elég közvetlen volt. A helyettes államtitkára is ott volt, ugye meghallgatta. Egyedül ment? Igen, tehát egyedül voltam meghívva a miniszter úrhoz, de ugye a diákság véleményét képviseltem. Viszont nem a diákparlament véleményét, ha jól értem.
Abból is vettem ki, tehát ugye a Független Diák Parlament is adott át egy javaslatcsomagot a miniszter úrnak, abból is vettem ki legfontosabb problémákat, de hát nyilván egy órás tárgyalásban nem tudok minden problémára kitérni. Ugye itt a legfőbb problémát, amit ugye a Miklóssy László is emlegetett, a tankönyvpiac. Ugye itt az innoválásán kellene, vagy az átgondolásán. Én ugye egy oligopol piac bevezetését javasoltam a miniszter úrnak, tehát ez azt jelenti, hogy minél több nagyobb spektrumú tankönyvből választhassanak a tanárok. Ehhez honnan ért? Hát megmondom őszintén, szakértőket is megkérdeztem, tehát itt mielőtt én mentem a miniszter úrhoz, itt heteket megelőző tárgyalások voltak, tehát én erre felkészültem. Ugyanúgy a pedagógus szakszervezettel még a tegnapi nap folyamán is egyeztettem. A PDS, illetve a PS is teljes 100%-os támogatásukat fejezték ki ezzel a petícióval és problémával kapcsolatban. Azon kívül ennek a Diák Uniónak a meggondolásán is tárgyaltam a megfelelő szakértőkkel, sőt, még kiutaztam Bécsbe is. Mire mondta Balogh miniszter a Diák Unión kívül, meg a legyen több kémia tanár, hogy rendben van? Igazából az ösztöndíjat mondta, hogy ez rendben van, ugye a Klebersberg ösztöndíj, ami ugye működő képes állítása szerint. Ebben nem akartam jobban belemenni, ugye az idő hiányossága miatt. Még megemlítettük itt a leterheltséget, ami nagyon-nagyon fontos problémát. Ugye elmondtam, hogy egy átlagos diáknak azért 8-9 órája van. Hogyha fakultációja van, még több. Mire ő hazamegy, kipiheni magát, és esetleg csak fél órát számoljunk délutánonként egy-egy tantárgy tanulására, estig elhúzódik, és akkor már ott van, semmi szabad ideje nincs a diáknak. Tehát én javasoltam azt is, hogy maximalizálni kellene a napi órák számát, korosztálynak megfelelően. Megvan, hogy hova felvételizik? Politológiára szeretnék. Hogy éreztem? Lehet, hogy fordítva kellett volna, hogy ugye politológián jelentkezik. Úgy akkor hatásosabb lett volna a dolog. Remélem, hogy sikerül is. Remélem, hogy azt atlaszt is tudok használni majd az érettségimen. Hát nyilván remélem, hogy ez az aláírásgyűjtése sikerülni fog. Nyilván ez ugye a miniszternek is egy tömegmozgató véleményként jön, remélem, neki le, és azért nyilván itt azért reformok kellenek akár az atlasz. Hát a szülei biztosan büszkék a talapra. Köszönöm, hogy eljött és elmesélte a mai találkozóját. Kívást.